Tisztelettel köszöntöm Önöket! Olyan vendégem van, aki a neveléstudomány kandidátusa. Hozzáteszem, nem elsősorban erről ismert. Viszont arról sem feltétlenül, hogy eredetileg is tanárember. Arról viszont annál inkább, hogy sakkedző, mesteredző, meg hát egy olyan nevelési próbálkozásnak a diadalát fűzhetjük a nevéhez, amiről azt hiszem, hogy azóta is ismert ő maga is, a lányai is, lássuk ki a vendég. Dr. Polgár László, tanár, edző, menedzser. Híressé a lányaival végzett bátor pedagógiai kísérletet tette, ezt legjobban egyik könyvének címe írja le, Nevelhetsz zsenit. Lányai, Zsuzsa, Zsófia és Judit páratlan sakkozó pályafutást mondhatnak magukénak, számtalan világbajnoki és sakk olimpiai bajnoki címmel. Eredményeivel bebizonyította, hogy a gyermekek csúcs teljesítményekre képesek, ha korai életkortól egy speciális területen képzik őket. A neveléstudományok kandidátusa kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével. Tökéletes. És megtiszteltetés, hogy itt vagy, köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Te most átutazóban vagy Budapesten voltak éppen? Igen. Ilyenkor bejárod a világot és meglátogatod a lányaidat, vagy csak hazajössz Amerikából, az egyik otthonodból a másikba Budapestre? Alapjában véve Amerikában élek, Miami-ban. Zsuzsa lányom szintén Floridában lakik, bár nagyon keveset van ott, mert állandóan járja a világot. Egy pár hétre jöttem haza, és héttől már megyek vissza. Miért mentél el? Egy kicsit az ATV is közre játszott ebben, mert ludasok vagyunk. Néztem az ATV híradóját, és azt láttam, hogy az anyám sírja szét van verve a gyöngyösi zsidó temetőben, és akkor úgy éreztem, hogy egy lányom él Amerikában, és akkor én is kiköltözöm ez oda. 2011. Körülbelül 10 évvel ezelőtt, igen. Nem bántad meg? Nem bántam meg, szeretem Budapestet is, szeretem Izraelt is, Izraelben is él egy lányom. Zsófi. És Zsófi, sajnos most eléggé sokat idegeskedek emiatt, mert jobbról-balról kapja a rakétákat, és egy lányom él Budapesten. Ő Judit. Ő Judit, tehát ezért is haza szoktam látogatni. Most ebben az évben másodszor vagyok itt Budapesten. Ha visszagondolsz az életedre, legalábbis kívülről ez valahogy így látszik, volt egy nagy elszállás, egy nagy akarat, egy nagy hit, hogy hogyan kellene valamit csinálni, ebben majd mindjárt elmélyedünk, hogyha valaki frissen találkozik veled, és nem ismeri annyira az előzményeket, számára lehet, hogy újdonság is lesz. És volt hozzá rengeteg gyötrelem és törődés, és aztán ez átfordult egyik pillanatról a másikra, még a rendszerváltás előtt egyébként érdekes módon, valamiféle nagy beérkezésbe, hogy sikerült, hogy itt a bizonyíték, és az országvilág látja, és ez tényleg országvilág látta, hogy neked igazad van. Hogyha így nézzük, akkor ez egy végtelenül sikeres életút és pályafutás. Te hogy látod saját magad? Középiskolás koromban láttam azt, hogy azok a diákok, akik ingergazdag környezetben nőttek fel, főleg értelmiségi családokban, ők sokkal jobb teljesítményt tudnak elérni, mint azok, akiknek a szülei mondjuk 4 vagy 6 osztályt végeztek. És akkor gondoltam arra, hogy igazságtalan az, hogy bizonyos életkorban azt mondják egy gyerekről, hogy ő tehetséges vagy nem tehetséges. És akkor gondoltam arra, hogy minden egészségesen született gyermek potenciálisan zseni, csak a megfelelő körülményeket kell hozzá biztosítani. Egyrészt lélektani, másrészt szakmai vonatkozásban, hogy föl kell kelteni a gyermek érdeklődését és speciális tevékenység terület iránt, meg kell azt szerettetni vele, szinte megszállottá kell tenni azon a területen, és akkor intenzív oktatásban kell részesíteni.
véleményem az volt, hogy nem kell túl sok dolgot tanulni egy gyermeknek, hanem inkább kevesebbet, de azt nagyon jól. Az én lányaim 3 éves korban már idegen nyelveket tanultak. Hát Zsuzsa beszél például 7-8 nyelven, a másik 2 gyerek is 5-6 nyelven. A feleséged ráadásul nyelvtanár. Feleségem is beszél 7-8 nyelven. Módszertanilag is helyben volt a megoldás. Igen. És akkor én elkezdtem a gyerekekkel a specializációt és az intenzív oktatást. Én nem féltem ettől, hiszen én zsidó ember vagyok, és a dédnagyapám tanár volt, akinek az iskolájában 4 éves gyerekek 4-5 nyelven tanultak, és az apám, a nevelő apám, aki a gyöngyösi főrabbi volt és a rabbi egyetem talmud tanára, ő is elmesélte nekem, hogy a Jösvívában napi 20 órát tanult, 4 órát aludtak a gyerekek, és 20 órát tanultak. És ettől nem sérültek, ettől a terheléstől, pedig nem is annyira tudományos dolgokat tanultak, hanem főleg vallási dolgokat. Tehát innen merítettem egy kicsit azt, hogy a gyerekeket lehet terhelni. Természetesen nem 20 órát tanultak a gyerekeim, de reggel 6-kor keltek fel, elmentek sportolni 3 órát. Ez kötelező volt, hogy sportoljanak? Nem volt kötelező, már attól függ, hogyha idézőjelben veszük a kötelezőt, akkor igen, de hát nagyon szerették csinálni. Jó, de kell egy ellensúly nyilván a tanulás mellé. Igen, és például amikor a pingpongot csinálták, az napi 3 óra, és egy pár évig pingpong, utána a másik időszakban 1-2 évig úszás, harmadik időszakban, tehát így váltogattuk a sportokat, tehát elég sok sportot is csináltak a lányok. Na most azért sem kell félni a gyerekek terheléstől és a specializációtól, mert ha a gyerek egy valamit intenzíven csinál, akkor nagyon gyorsan fejlődik, tehát 1 hét, 2 hét, 3 hét után már érzi azt, hogy többet tud, mint előtte. Mondok rá egy konkrét példát. Valaki elmegy egy angol intenzív nyelvtanfolyamra, napi 10 órát tanulja az angolt, akkor 3-4 hónap után már egy kicsit tud beszélgetni angolul. Emlékezzünk vissza, hogy amikor mi tanultunk oroszul az iskolában, általános iskolában 4 évig, középiskolában szintén 4 évig, heti 2-szer 1 órát, és utána ugyan leérettségiztünk belőle, de jóformán egy pohár vizet sem tudtunk kérni oroszul. Pontosan így van. Tehát ez volt az előnye annak, hogy a gyerekeket intenzív oktatással hát abban hiszel, hogy ne 12 tantárgyat oktassunk egyszerre, hanem oktassunk 2-t. És főleg azt, amit a gyerek szeret. Azt honnan tudod, hogy mit szeret a gyerek? Hiszen egy 4-5-6 éves gyerek ezt megfogalmazni még igazán nem tudja. Föl kell kelteni a gyermek érdeklődését valami iránt, utána bizonyos elvárást kell közvetíteni a gyermek felé. A gyermek, mivel szereti a szülőt, különösen akarja teljesíteni a szülőnek az elvárását, és hát természetesen a gyermeket dicsérni kell közben, sikerhez kell juttatni, és ez a dolog megy nagyon szépen előre. Hát Jutka nem volt még 12 éves, amikor már felnőtt 3-szoros olimpiai aranyérmet érembirtokosa volt. Na de neked volt annyi előnyöd, ha ez előny, de hát nyilván valamelyest ad, hogy ott van, hogy egyrészt a szakmátok, a feleségeddel pedagógusok vagytok. Igen. Tehát tudjátok, hogy honnan kell hozzányúlni a dolgok, hogy tanítunk, hogy milyen módszertanok vannak, hogy mit szabad és mit nem ajánlatos ahhoz, hogy a gyerek inkább jól teljesítsen és ne féljen a feladattól. Másrészt, hogy azért a 3 lány ugyanazt csinálta, tehát egymást is húzták. Tehát nyilván Zsuzsa példája Jutka számára egy mérvadó példa volt, hiszen Zsuzsa már sikeres volt. Igen, amikor Juditnak ez nagyon nagy előny volt, hogy látta, hogy a 2 nővére hát is ezt csinálja. És a másik az, nyilván hogy addigra hogy már én is szereztem tapasztalatokat. Tehát én elméletileg fölkészültem már a gyermekek születése előtt, tehát
reggeltől estig ültem a könyvtárba, és olvastam a szakirodalmat, tanulmányoztam a zseniknek az élettörténetét, különösen tekintettel a kora gyermekkorukra, és láttam azt, hogy nincs kivétel, mindenki kora gyermekkorban kezdte el, és intenzíven dolgozott egy területen. De nagyon jó terület volt nekem a sakk, hisz a sakkban a szellemi teljesítmény a sportjelleg miatt mérhető. Mert még a matematikánál is lehet vitatkozni azon, hogy melyik tétel bizonyítása a nehezebb. A sakknál nem lehet, leül valaki a másikkal játszani, mit tudom én, megveri 10-0-ra, aki nyert, az jobb, mint a másik. Tehát itt mérhető a szellemi teljesítmény. Azt, hogy te ültél a könyvtárban, még meg sem születtek a gyerekek, az nekem azt mutatja, hogy neked volt egy nagyon erős képed arról, hogyha neked családod lesz, akkor mit kezdesz ezzel a helyzettel? Hogy akarod nevelni a gyerekeket? A feleséged az első perctől bólintott, hogy ez így rendben lesz, Laci? Amikor már összeházasodtunk, akkor a feleségem már hitt ebben a szemléletben vagy elméletben, és teljes mértékben partner volt ebben a munkában. Nyilván ő nélkül ezt nem lehetett volna megcsinálni. És a lányok végig partnerek voltak? Lányok végig partnerek. Nem volt soha olyan, hogy hát lemennék a játszóra, apa, inkább. Most hagyjuk ezt a védelmet, amit most tanítani akarsz a táblán. Hinta. Soha nem volt. Tehát soha nem vetődött föl az, hogy csináljunk mást, vagy nem akarjuk csinálni, vagy nem akarjuk ilyen mennyiségben csinálni. Mi a titkod? Én arra nem tudom sokszor rávenni a gyerekeket, hogy játszunk együtt. Mert valami mást akarnak. A titok pont az, hogy specializálódni kell a gyereknek, és hogyha ő érzi azt, hogy fejlődik valamiben, sikere van, csodálják őt, hát még az én lányaim esetében az is volt, hogy bejárták a világot, gondolom 80-100 ország körül lehettünk, mindenhol barátok lehettek, a sakk az egy nagyon érdekes dolog, mert nem csak játék, nem csak sport, hanem tudomány és művészet is. Átélhették az alkotás örömét, és nekem meggyőződésem az, hogy az emberi boldogsághoz leginkább az az út vezet, amikor az ember a munkájában nagyon jó van, és méghozzá egy kis szerencse, és szabadság és szeretet veszi körül. És az én gyerekeim ezt át tudták élni. Nem volt ez mindig ilyen könnyű. Tehát azért most erről úgy beszélsz, erről a korszakról, ami minthogyha egy ilyen támogató világ lett volna, egy ölelő világ körülöttetek. Pedig, hogy pont az ellenkezője volt. Majd mindjárt beszélünk arról, hogy benneteket, a feleségeddel mi mindenért. A gyerekeket hogy óvtátok meg attól, hogy ők ne féljenek attól, hogy mondjuk apát elviszi a rendőrség hajnalban? Érdekes módon a gyerekeket nem érintette annyira meg, talán Zsuzsát igen. Ő volt a legnagyobb. Volt egy olyan példa, hogy megnyerte a fiú kerületi sakkbajnokságot. Erre mentünk a budapesti döntőre, és a budapesti sakkszövetség elnöke közölte, hogy nem indulhat rajta, mert ő lány. Hiába érveltünk azzal, de megnyerte a kerületi fiút, tehát jogot szerzett rá. Ezek közölték, ha nem takarodunk el a sakkszövetségből, akkor levernek minket a lépcsőn. Tehát ilyen volt a hozzáállás, nem beszélve arról, hogy volt, amikor a karhatamista géppisztolya jött ki a lakásunkba, és fenyegetett meg minket, hogyha nem tartjuk be az ilyen törvényt, olyan törvényt, akkor mi lesz annak ez a következménye? Arra volt válasz, hogy nem jártak iskolába. Igen, de hát gyakorlatilag a törvény azt mondja, hogy a tankötelezettséget lehet teljesíteni magántanulói formában is, és én azt mondtam, hogy mi nem megtagadni akarjuk a törvényt, csak azt a formát megválasztani, ami a mi kísérletünkhöz, a mi nevelésünkhöz szükséges lenne. Rád simán kimondta azt akkor, talán a sakkszövetség, hogy bolond vagy. A sakkszövetség elnöke, igen. Ki volt Szerényi Sándor, aki a 30-as években talán volt az akkori kommunista párt elnöke, ő vette föl a Kádár Jánost a pártba,
és szinte napi kapcsolatban volt Kádár Jánossal. Nekünk nagyon nagy pek volt, hogy a Kádár János szerette a sakkot, és ezért történhetett meg az, hogy 5 évre bevonták például az útlevelünket, és ha jött egy meghívás egy külföldi versenyre, akkor azt széttépték és bedobták a szemétkosárba, pedig akkor mi nagyon szegények voltunk, mert hát a tanári fizetés az nem volt egy túl magasabban. Ezt akartam időben kérdezni, miből éltetek akkor, amikor ott volt veletek 3 gyerek, akiket edzelned kellett, mert te voltál a sakkedzőjük is nagyon sokáig, aztán nyilván egy magasabb szintre lépve már mások is be kellett, hogy kapcsolódjanak, és tanítani kellett, amit a feleséged csinált. Hát, hogy jártatok dolgozni? A tanítást mind a ketten csináltuk. Én főleg a természettudományi tárgyakat, a feleségem pedig a nyelvi dolgokat. Sajnos az édesanyám meghalt aránylag fiatalon, 64 éves korában, és így örököltem egy fél házat, aranyat, meg készpénzt, és akkor ezt is tudtam a gyerekek nevelésére fordítani. Tulajdonképpen a nagyi finanszírozta egy részét az unokái nevelésének. Igen, igen, meg egy kis részben, sokkal kisebb részben, mint ahogy hiszik, az MTK sportklub is. Amelyik mind a mai napig büszke a lányaidra. Igen. Nem joggal? De joggal. Hát gyakorlatilag a lányok szereztek 15 olimpiai aranyérmet. Ebből azt hiszem, hogy 13 olimpiai aranyérmet MTK színekben szereztek. Azt mondod, hogy minden gyerekben ott a zseni. Minden gyerekben. Egészséges gyermekben. Igen. De hát ugye vannak okosabb, meg butább gyerekek, ahogy azt közhelyesen mondani szoktuk. De az már a születéstől kezdve dől el, hogy okosabb lesz-e a gyerek, vagy nem lesz okosabb. Nyilván, hogy az a gyerek, akit szeretnek, akivel foglalkoznak, akiket tanítanak, azok sokkal gyorsabban fejlődnek. Tehát az eleve meghatározottságban nem hiszel. Nagyon fontos az 4-5 éves korig eltelt időszak. Nem véletlen, hogy a zsidók között nagyon sok nagy képességű ember volt, hiszen a zsidó vallás előírta azt, hogy 2-3 éves korban, amikor már a gyerek megtanul beszélni, akkor el kell kezdeni tanítani és olvasni. A zsidó gyerekek 3 éves kor körül már olvastak, beszéltek ivritül, beszéltek jídisül, beszéltek annak a nemzetnek a nyelvén, amelyik országban éltek. Tehát már indulásnál egy csomó információt gyűjtöttek be, a képességük stimulálva volt és fejlődhet. Valaki félre ne értse, tehát ezzel te most nem azt mondod, hogy a zsidó nép ebből a szempontból is kiválasztott, hogy okosabb, mint a többi, nem, pont, hanem más pont, élethelyzetben pont voltak, azt akarom és mondani, ettől lettek pont okosabbak. Pont azt akarom mondani, hogy genetikailag nem jobbak, meg nem más, mint más vallás vagy nemzet, de azzal, hogy a nevelésük koncentrált, tehát odafigyeltek a gyerekekre, és szeretettel nevelték, és a családi légkör is aránylag nagyon jó volt, ez hozzájárult ahhoz, hogy a gyermek képességei fejlődjönek. Nem válaszoltál végül is az első kérdésemre, mert elkezdted elmesélni az újszülöttek kedvéért a történetet, amit köszönök. De én azt kérdeztem, hogy ha visszagondolsz erre az elmúlt 78 esztendőre, akkor ezt így unblock sikeresnek mondhatod? Én azt hiszem, igen. Hát gyakorlatilag, amit a lányokkal csináltam, az egy sikeres kísérlet volt. Mind a 3 lányom boldog, mind a 3 lányom 20-25 éve boldog házasságban él, mindegyiknek van 2-2 gyereke. A gyerekeik is, a Zsuzsa gyerekei, a nagyobbik kitűnővel végezte az egyetemet, sakkmester a hagyományos sakkban, 4-szeres világbajnok a csillagsakkban. A másik fia Zsuzsának
vagyok kompjútermérnök, mellette még zeneszerző, dalszövegíró és énekes, gitáros, és nagyon sikeres. A Zsófi gyerekei, a kisebbik jár gépészmérnöki szakra az egyetemre, másodéves, és a másik fia pedig most végzi az egyetemet fizikoterápia szakon. Juditnál a Sotéra jár a fia, és a kislánya most fog érettségizni ebben az évben, és úgy néz ki, hogy Olaszországban megy ki szintén orvosi egyetemre. Tehát gyakorlatilag a gyerekek is, az unokák is nagyon szépen fejlődnek. Ebből nekem két dolog hiányzik. És az unokák is legalább három nyelven perfekt beszélnek. Két dolog hiányzik, ami csak a kákán csomókeresés, mert azért ezek gyönyörű történetek, amiket most róluk meséltél. És sok sikert nekik minden szinten. De egyik se részesült abban a zseni képzésben, amiben az anyukájuk. És egyikük se lett elsöprően nagy sakkozó, pedig az anyukájuk megtaníthatta volna őket rá. Érdekes, ezt a kérdést majdnem mindenki felteszi nekem. Mert logikus. Logikus, és ezt én nagyon sajnálom. Mert, és talán a lányaim lehet, hogy a mai pillanatban már rájöttek arra, hogy jobb lett volna ugyanazon az úton járatni a gyerekeket, mint amin ők jártak. Ők nem vállalták azt az utat. Gondolom, hogy itt a férjek is belejátszhattak. Maci, itt most csak a pozitív részéről beszéltünk, hogy mit adott ez nekik egészen mostanáig. De arról nem beszéltünk, hogy ez mekkora áldozat a szülőtől, amit megkövetel ez az élet. Hát ez az, amit nem biztos, hogy a szülők vállaltak. Lehet, hogy nem a lányaim, lehet, hogy a férjeik hatása volt itt, hogy ők hagyományos módon nevelődtek annak idején, és hát inkább azt részesítették előnyben. Az áldozatról is mondasz pár mondatot, hogy ezért mit kellett egy szülőnek feláldoznia a saját, mondjuk 15-20 évéből? Én azt mondom, évéből? Hogy nekem nagyobb öröm volt az, hogy látom a gyerekeim fejlődését, mint bármelyik, bármilyen más dolog. Például nem mentünk nyaralni. Nem mentünk moziba, tehát kevesebbet néztünk televíziót, jóformán csak a hírműsorokat. De amikor a lányodat láttam, amikor a lányaimat láttam, hogy szép alkotást csinálnak, és az milyen örömöt okoz nekik, és láttam, hogy milyen boldogak, az mindent kárpótolt. Tehát az sokkal nagyobb öröm volt nekem, mint az ilyen felszínes, kellemes dolgok. Azt honnan tudtad, hogy mikor kell leereszteni őket? Tudtad-e időben, hogy mikor kell az útjukra engedni őket? Ez egy nagyon erős kapocs, egy csomó sportolóval beszéltem már, akinek a szülője volt az edzője az első években, és az majdnem mindenhol egy konfliktus forrás, hogy most már ne. Nálunk ez nem volt probléma, mert gyakorlatilag tudtuk azt, hogy az élet vele járója az, hogy egy idő után a gyerek elmegy hazulról, önálló életet akar élni, tehát mit tudom én, Zsófi már jóval előtte elment, Zsuzsa 20 éves kora körül, Jutka meg 23 évesen, de ez nem jelentett problémát a gyerekeknek sem, meg nekünk sem. És föl neked voltunk edzőként? Rákészülve. Hogy hát mi az a pont, amitől nem tudok segíteni? Nyilván én szívesen vettem volna, hogyha tovább maradnak az én kezem alatt, de én teljesen megértettem azt, hogy felnőtt önálló emberek, és én nekem mindig az volt az első leges, hogy ők boldogok legyenek, és ők boldogok voltak. A zseni képzést a könyvtárban tanultad mások példáján. Azt, hogy hogyan lesz sakkozó valakiből, és hogyan lesz ilyen szintű sakkozó, azt hol tanultad? Hát gyakorlatilag abból a szemléletből adódik, hogy egy területen kell sokat dolgozni. Nyilván, ha jobb anyagi körülmények között vagyunk, és a társadalom nem annyira ellenséges, mint amennyire volt,
akkor még nagyobb eredményeket lehetett volna elérni. Mi lett volna ennél nagyobb? Hát például cél volt az is, hogy esetleg megszerezni a férfi világbajnoki címet. Jutka teljesen közel volt hozzá. Lehet, hogyha nem olyan hamar alapít családot, akkor megszerzi a férfi világbajnoki címet. Egyébként nincs olyan férfi világbajnok, aki ellen ne nyertek volna a lányok játszmát, beleértve Kasparovot, Carlsent, Karpovot. Karpov ellen például a lányok nyertek 19 játszmát, pedig Karpov ellen nyerni azért nagyon nehéz dolog. Jó, de Karpov akkor biztos influenzás volt, vagy előző nap berúgott, vagy nem tudom. De ugye azt hiszem Jutka mondta egyszer nekem, talán éppen ebben a műsorban, hogy az mindig úgy volt, hogyha megvert egy férfi világbajnokot, akkor az valamire elkezdett hivatkozni, hogy aznap neki mi nem sikerült. Igen. Mert hogy milyen állapotban volt ő szegény. Nagyon rosszul viselték a férfiak, hogy a lányok sorra legyőzik őket? Rosszul viselték, tehát, de mindenki rosszul viseli a vereséget. Na most egy kislány ellen veszteni, az gondolom még kellemetlenebb lehetett nekik. Ezt nem szokták mondani veled kapcsolatban, és igazán most fogalmazódik meg bennem is, hogy voltak éppen te a női emancipációnak egy elkötelezett harcosa voltál még akkor is, ha nem ez volt a szándékod eredetileg, mert hogy ugye az első perctől azért kellett küzdenetek, hogy fogadják el azt, hogy egy női agy képes olyan teljesítményre, mint egy férfi agy. És ezt nagyon sokan végig megkérdezték. Az első probléma az volt, hogy nem lehet ilyen korán elkezdeni a sakkozást. Tehát az váltott ki ellenszenvet. A második volt az, amikor én azt mondtam, hogy egy nő képes ugyanolyan szellemi teljesítmény elérésére, mint egy férfi. És ezt abszolút nem értették meg, és az volt a probléma, hogy pont a sakkot hozták föl ez ellen, hogy nézzem meg azt, hogy a legjobb női sakkozó nincs benne, mit tudom én, a legjobb 5 vagy 50 ezer férfi sakkozó között. Saját pályádon akartak legyőzni. Igen, és akkor ez volt az, amikor nekem nagyon betartott a Magyar Sakkszövetség, mert én azt mondtam, hogy alapvetően én férfi versenyeken akarom játszatni a gyerekeket. Ha én azt akarom, hogy ugyanolyan teljesítményt érjenek el, mint mondjuk például, mint Fischer, akkor hasonló lélektani és szakmai feltételrendszert kell biztosítanom a számukra. Ezt ők nem értették meg, pedig egy eléggé logikus dolog. Nyilván ők akarták azt, hogy női vonalon versenyezzenek a lányok, és ők akartak utazni a gyerekkel, mint kísérők, és én ragaszkodtam ahhoz, hogy a gyerekeimmel, vagy a feleségem, vagy én utazzak. Mennyire vagy más világ volt ez? Ma nem is lehetne kérdéses, hogy egy 12 éves gyerekkel a világ végére elutazik igen, a szülője. Igen. Hát ez egy egészen másik kor volt, de ebből a szempontból is ezért mondom, hogy te az emancipáció nagy harcosa lettél, mert ma már azt nem kérdőjelezik meg, hogy egy nő, ugye nézzük a Nobel-díjakat, ugye az első női Nobel-díjas, Madame Curie, világszenzáció volt. Ma mindenki úgy tekint egy női Nobel-díjra, Karikó Katalin, hogy hát persze a teljesítménye dönt. Egyébként ez a Karikó még a sportban Katalin sem volt mondta így a talán nálad a te műsorodban, hogy napi 16 órát volt bent a munkahelyén. Ezt nem nekem mondta, de igen, ez. Tehát gyakorlatilag minden területen az van, hogy ha valaki zseniális eredményt akar elérni, akkor keményen meg kell dolgozni érte, és körülbelül 20-25-30 ezer órát kell dolgozni egy területen, hogy valaki a csúcsra elérhessen. És ezt minél előbb elkezdi valaki, annál jobb. Vannak hiányérzeteid? A lányaid nagyon régóta nem sakkoznak versenyszerűen. Rengeteg mindent tesznek a sakkért, a sakkvilágért, az utánpótlás képzésért. Alapítványaik vannak, világsakfesztivált szervez Judit is. Igen. De nem játszanak, mint hogyha abból elegük lett volna. Én ezt nagyon sajnálom egyébként, de mit lehet tenni? Ez az ő választásuk, és én ezt tiszteletben tartom. Nem vitatkoztál ezen soha velük?
nem tudom, mit értünk vitatkozáson, hát, mert csak nem, beszélgetést csak... és jó értelemben véve vitatkoztunk. Őket. Egy kicsit igen, de hát amikor láttam, hogy nekik ez a döntésük, én elfogadtam. Lett volna ebben több? Lehetne azon a szinten teljesíteni egy életen át, mint hogy elkezdték ezt fiatalon? Egy biztos, hogy a toppon maradhattak volna. Hát 31 évig voltak világranglista elsők, folyamatosan egyfolytában megszakítás nélkül. Ha nem hagyja abba Judit, akkor még ma szintén ő lenne a világranglista első. És nagyon sokáig Zsuzsa volt a második mögötte, vagy fordítva Zsuzsa volt az első és Judit második. Valószínű, hogy az, hogy van két gyerekük, ez befolyásolta őket, hogy a versenysakkozást fejezzék be. Ma Miami-ban élsz elsősorban a feleségeddel, és néha haza látogatsz. Miért nem mentetek el akkor, amikor itt gyaláztak benneteket napi szinten, rendőrséggel fenyegettek, azzal fenyegettek, hogy elveszik a lányaitokat, mert hogy nem kapnak megfelelő nevelést. Ilyenkor az ember logikusan gondolatja azt, hogy megpróbálom máshol. Hát először is úgy voltam vele, hogy Magyarországnak akarok dicsőséget szerezni. Akkor is, ha nem kér belőle? Még akkor is. Utána a másik az, hogy még más ideológiát is gyártottam hozzá, hogy ne árt csak a többi zsidónak azzal, hogyha egy zsidó híres lett, hogy akkor elmegy az országból. És pedig olyan ajánlatokat kaptam, például Amerikából, Hollandiából és Ausztráliából, hogy csak azért, mert oda mennénk és fölveszük az állampolgárságot, azért kapnánk egy-egy millió dollárt évente. Arról nem is beszélve, hogy ott dollárban kerestünk volna sokkal többet, mint Magyarországon forintban. Mert hát ott már akkor is üzlet volt a sport, igen, és a sakk is. És nagyon jó reklámértéke is volt az, hogy három csoda gyerek. De én maradtam. Nem bántad meg? Nem tudom, megmondom őszintén, néha gondolok arra, hogy előbb kellett volna elmennem. Miért? Egy csomó antiszemita élményt is átéltem itt Magyarországon. És főleg, amikor az édesanyám sírjával volt ez az eset, akkor mentem el. De én szívesen jövök ide Magyarországra, és Magyarországról mindig jót mondok, akárhol nyilatkozom a világon. Hát és azt, hogy a lányait felnőttek, azt te nem úgy élted meg, hogy akkor te kész vagy, hanem hát egyrészt ontod magadból a könyveket, a publikációkat egyedül párban. Igen. 130? 139. polgárkönyv jelent meg most. Hát Tolsztoj nem írt ennyit. Tessék. Tolsztoj nem írt ennyit. Na de hát én társszerzőkkel és munkatársakkal dolgozom együtt, tehát nem csak én csinálom, hát és értem. Írom a könyveket. Másfelől te jegyzett, bejegyzett, nemzetközileg nyilvántartott feltaláló vagy. Tehát ha a találmány volt az, hogy hogyan kell nevelni a gyerekeket, és arról már még beszéljünk egy pár mondatot, hogy abban miért nem voltak követőid, mert olyan nagy áttörést azért ez nem hozott ez a módszer, akkor te a sakkban sem nyugodtál meg. Untad a sakkot, a hagyományos, a régi, több ezer éves sakkot? A kérdés első felénél el kell mondanom, hogy azért terjed a polgárféle szemlélet, elmélet, mert rengeteg szakkönyv van, lélektan, pedagógiai és sakk. Ahol téged emlegetnek? Ahol engem emlegetnek, és ellemzik ezt a utat, és nagyon elismerően írnak róla. Tehát terjed. Te ezt egyébként tudományos ez alapossággal csak... feldolgoztad valaha a saját utadat? Tehát hát az első könyvem, aznak a címe az volt, hogy Nevelj zsenit. Igen, de az még nekem is érthető volt az a könyv, tehát az nem egy tudományos szakmunka. Jó, volt. De szándékosan, én annak idején tudományos formában írtam meg, de amikor a Spoknak a könyveit olvastam fiatalon, akkor rájöttem arra, hogy azért népszerűbb lehet, és érthetőbb lehet,
ha ilyen párbeszéd formában írom, lesz ez a könyv megjelenve. Dolgozzunk a piacra. Tehát nekem meg volt írva a könyvem tudományos formában, és akkor jött egy barátom, aki hozott egy kiadót, hogy szeretnék kiadni ezt a könyvet. Hát valahogy honorálni is akartam neki, mondtam neki, hogy ide figyelj, csináljuk meg úgy, hogy te tegyél be kérdéseket az én elemzésemhez, és akkor gyakorlatilag így jelent meg az, hogy a nevelhez zsenit könyv. De nagyon nagy példánszámban kelt el, és egy hét alatt elfogyott, és két hét alatt elfogyott még a második kiadás is. Harmadik kiadás is jelent volna meg, de annál azt mondtam a kiadónak, hogy szerezzenek még egy szponzort hozzá, és akkor utána kerüljön kiadásra. Nem szerzett a kiadó hozzá szponzort. És utána a kiadónál igazgatóváltás is lett, és így a harmadik kiadás nem jelent meg. Mérgetben írtál több mint százat utána. Azon gondolkozom, hogy ha ma valaki azt mondja, hogy nem akarja iskolába járatni a gyerekeit, az egyfajta az oktatási rendszerrel szembeni megnyilvánulás. Tehát majdhogy nem szinte ilyen politikai gesztusnak értékelnék, mert hogy a magyar oktatási rendszer olyan állapotban van, mint amilyenben. A te idődben ez egyfajta rendszerellenes lázadás volt, vagy egész egyszerűen csak a lányaidnak akartál jót, és punktum? Gyakorlatilag a lányaimnak akartam jót, de azért föl akartam hívni a figyelmet arra, hogy az iskola rendszerrel problémák vannak. Egyébként megjegyzem neked, hogy a Nobel-díjasainknak körülbelül a fele az szintén magántanuló volt. Tehát a Fasori gimnáziumban levő diákok, azok nem minden nap jártak iskolába, magántanulók voltak, bementek évvégén vizsgázni, hasonlóan, mint az én lányaim. Tehát ez nem volt egy új dolog. Na, azt kérdeztem tőled, hogy untad-e a sakkozást a lányokkal? Mert hogy szerintem szülő annyit nem sakkozott még életében, mint te. A hagyományos sakk az eléggé lassú. A megnyitási rész tanulmányozása az különösen unalmas. Nem véletlen az, hogy már az 1920-as években Lasker, Capablanca fölhívták a figyelmet arra, hogy kellene valamit javítani a sakkon. Legutoljára Carlsen nyilatkozta talán 2-3-4 héttel ezelőtt, hogy unalmasnak találja a hagyományos sakkot. Tehát nem véletlen az, hogy körülbelül 3-4-5 ezer reformsakk létezik. Én áttanulmányoztam ezt a 3-4-5 ezer reformsakkot, és igyekeztem olyat csinálni, ami szerintem jobb azoknál. És kétféle reformsakk találmányom van, az egyik a csillagsakk, amelyik szerintem sokkal gyorsabb és érdekesebb, mint a hagyományosak, ahol van 7200 különböző alapállás, kisebb a tábla, 37 mező van rajta, ez egyébként a 37-es szám az a keresztény vallásnak a isteni száma, nyilván onnan van, hogy Jézus 36 és fél évet élt. A másik sakk a 6x6-os tábla, ahol viszont már 64.800 különböző alapállás van. Itt azt kell érteni alatt, hogy a tisztek nem egy meghatározott helyen vannak az alapsoron, hanem leteszek én egy figurát, az ellenfél egy figurát, én egy figurát, tehát alternatív módon vannak a figurák elhelyezve. Ott minden tisztből egy van, és a vezérből, vagy más szó a királynőből van kettő. Melyik a jobb, vagy melyikre kaptak rá jobban? Én lehet, hogy elkövettem azt a hibát, hogy nem együtt indítottam mind a kettőt, pedig egy időben védtem le mind a két találmányt, hanem a csillagsakkal kezdtem. Arra gondoltam, hogy ha egy dologgal megyek, akkor jobban lehet koncentrálni rá. De lehet, hogy célszerű lett volna együtt indítani a kettőt, mert a 6x6-osnál
100%-ig ugyanazok a lépések vannak, mint a hagyományos sakkban. A csillagsakknál meg 90%-ban ugyanaz, és mivel a csillagsak azért más, az emberek a mástól egy kicsit azért idegenkednek, de így is volt belőle, így is volt belőle 12 világbajnokság, volt belőle több mint 100 nemzetközi verseny, volt belőle Európa-bajnokság, még olyan helyen is, mint Curaçao, a Karib-tengeren, a Holland Antillák boldogság szigete, ahogy hívják. Ott is nagyon sokan játszák, és minden héten van verseny belőle. Nagyon jó játsza a curaçaói hagyományos sakkbajnok, a férfi is, meg a női is, és átjönnek a majami versenyekre. Na, ezt akartam kérdezni, hogy ők jönnek, vagy téged hívnak? Volt, amikor én mentem, tartottam nekik előadást, egy előadást a zseni nevelésről, és két-három előadást a csillagsakról, de megszállottan csinálják, és legalább 100-an játsszák ott. A lányaid csillagsakban jók? Vagy az unokáid? A lányaim annyira elfoglaltak a maguk területén, hogy nem nagyon foglalkoznak a csillagsakkal. Az unokáim közül a Zsófi unokái nagyon jól játsszák a csillagsakot, több száz órát foglalkoztam velük. A Zsuzsa fiai is jól játsszák, különösen jól játsz a Tomi. A Tomi megnyerte 4-szer a csillagsak világbajnokságot, és már 8-10 éves korában könyveket írt a csillagsakról. És ugyanígy olvasni se tud. És könyveket írt ugyanebben a korban a Zsófi két fia is, és a Zsófi kisebbik fia, azt hiszem 12 éves lehetett, amikor férfi orosz nemzetközi mesterek előtt nyerte meg a csillagsak. Jó, visszavonok mindent. Oké, előbb ugye azt kérdeztem, hogy az unokák miért nem követik nagyapa intő szavát, hát ezek szerint követik, csak nem egy a hagyományosakban. Na mutasd meg ezt a saktáblát, ha már itt van, azt a poharat, ha arrébb hozod, tedd át a túloldalra, kérlek, akkor meg is fogjuk tudni szépen mutatni a nézőknek. Először megmutatom a lépéseket. Ha a királyt ide teszem, a király minden irányba lép egyet. Hát mint a hagyományosakban, csak ez más. Ugyanúgy, mint a hagyományosakban. A futó, az lép diagonálisan, átlósan, fölfelé, lefelé, ugyanúgy, mint a hagyományosakban. Itt a lóval lesz a baj. A bástya, az lép vertikálisan, fölfelé, és lép lefelé. Oldalra nem tud, mert... Oldalra nem tud, mert ott nincs kapuja neki. Igen. A vezér, az lép úgy, mint a futó, átlósan, aha, és lép függőlegesen. A huszár... Na, most jön a neheze. A hagyományosakban a huszár lép egy, kettő, három derékszögbe. De itt nincs mező, ezért átlósan lép, uh-huh, fölfelé. És tehát mindig csak fölfelé. Tehát tompaszögbe, és nem derékszögbe. Tehát egy, kettő, három. Akkor ezt megoldottad így. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három. Egy, és kettő, lefelé. Három. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három. És így első tovább. Pillanatra szokatlan, de egy pár perc után meg lehet szokni. Van egy gyalogom. A gyalogok itt vannak alapállásban, az utolsó előtti soron, és a sötét gyalogok pedig itt. Ugyanúgy lépnek, mint a hagyományos sakkban, mondjuk, hogy tegyük ide. Alapállásból tudnak lépni egyet vagy kettőt, ugyanúgy, mint a hagyományos sakkban. Sötét mondjuk egyet lép, és akkor átlósan lehet leütni. Aha. Ha nem ütjük le, hanem megyünk tovább, 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 elérjük az utolsó sort, akkor átalakul futó, bástya, huszár vagy vezér. Mint a hagyományosakban. Nagyon érdekes,
hogy például, ha itt van egy gyalog, itt van egy király, és itt van egy gyalog, akkor világos lép, és mat van egy lépésben. Ez a gyalog támadja ezt a mezőt, beteszek egy huszárt, a huszár megvédi a gyalogot, megtámadja a királyt, ez gyalog elvette ugye ezt a mezőt, tehát matban van a király. Itt még egy lépésben is ilyen szép dolgokat lehet csinálni, de mutatok egy kétlépéses mat feladványomat, ez az elsők között volt, amit komponáltam. Gondolom ennek is épp úgy, mint a hagyományosaknak, már megvan a szakirodalma, az elemzései, körülbelül, az internetes körülbelül játékok. Körülbelül 100 könyv jelent meg csillagsakból. Hát ez már maga és, a célba ér. És ingyenesen letölthető két kompjúterprogram, a polgarstarches.com. És, na nézzük és a nagybetűvel polgárstárcsesz, úgy az Instagramon, a Twitteren és egyéb helyeken minden nap fölteszünk egy szép állást. Tehát itt van egy kis szívecske, világos indul és mattot ad két lépésben. Ha leütjük a vezérrel, akkor a király ki tud lépni, és nem matt essem, mert itt vannak üres mezők, és nem matt essem, mert megint itt vannak az üres mezők. Tehát ez nem volt jó. Ha futóval ütjük le, akkor például kilép ide a király, és ez sem matt, mert itt van az üres mező, és... Sőt, még talán itt is. És ez sem matt, mert itt van megint egy üres mező. Na, mi a megoldás? A megoldás a következő. Elmegy a futó a hármas mezőre, elveszi ezt az átlót a királytól, elveszi ezt az átlót is a királytól, a király elveszi ezt a mezőt a sötét királytól, rákényszerítjük sötétet arra, hogy üsse le a legerősebb figuránkat, a vezért, a királynőt, és megtoljuk a gyalogot, és mattot adtunk. Ugye, ha valaki nem tud igazán sakkozni, akkor ezt nem meri meghúzni, mert a királynőjére, a vezérre mindenki úgy vigyáz, mint pontosan. Az ékszerre. Tehát igen. Ehhez kell tudni már sakkozni, az ember egy ilyet bátran meglépjen. Pontosan, igen. Dolgozol még ezen? Dolgozol még feladványokon? Körülbelül, vagy van egy pont, amikor az ember el tudja engedni? Körülbelül a polgárkönyvekben 100 000, kimondani könnyű a 100 000-et, körülbelül 100 000 ilyen szép állás van benne, igen. De ezeket nem mint te? Nem, két zseniális emberrel dolgozom együtt, az egyik a Senkerik Csaba, a másik pedig Russz Árpád. Mind a kettő Guinness rekordos feladvány és tanulmányszerző a hagyományos, illetve összességében a hagyományosokban, meg a csillagosokban együtt. Ezt hagyod a világra? Hogy ezt itt van gondolom, nektek egy sok ezt játék? Is. Mit hagysz még a világra? Hát a lányok nyilván, hát persze. Igen. És hát kívánom, hogy minél többen neveljenek boldog embert, és legyenek olyan feltételek a világban, hogy ez megvalósítható legyen, mert a feltételek nem mindig adottak. Tartasz a feltételektől? Hát látjuk, hogy körülbelül 40 háború van a világon, rengeteg ember meghal, rengeteg torz nézet van. Nem lehet tudni, hogy ennek mi lesz a vége, szerencsés esetben béke, legrosszabb esetben meg, még akár atomháború is lehet az egészből. Milyen szép lenne, hogyha ilyen táblákon dőlnének el a nagy kérdések, igen. A nagy viták. Na most gyakorlatilag ez a sok nagyon jó a gyermekek kreativitásának a fejlesztésére, és nagyon hasznos a
az idős embereknek is az Alzheimer-kór depresszió megelőzésére, prevenciójára, és ha meg már valaki megkapta, akkor a terápiájára körülbelül 30-40%-os eredményt érnek el a terápiára. Ez azért jobb rá, mint a hagyományosak, mert hogy pörgősebb, rövidebb, gyorsabb? Igen. Tehát rövidebb azért, ideig kell koncentrált figyelem. És azért azt feltétlenül el kell mondanom, hogy ez a nevelési szemléletmód, ez nem csak az egyén számára hasznos, hanem a társadalom számára is. Egyrészt anyagilag, másrészt kulturális és egyéb szempontok miatt is. Hát az meg csak jót tesz mindenkinek a sok a zseni körülötte. Már annak nyilván van egy plafonja, hogy mennyi zsenit bír el egy társadalom. És egyre több lesz majd az embereknek a szabad ideje, ha a mesterséges intelligencia továbbfejlődik és terjed, és a szabad idő hasznos eltöltéséhez. Remélem, hogy a csillagsakk meg a hatos sakk is. Hát ha nem a mesterséges intelligencia ver le mindenkit majd a sakkban. Hát igen. Az mondjuk a lehetőség benne van. Te próbáltad már mesterséges intelligenciával mondjuk a csillagsakkot? Nem tudom, azt hiszem, hogy a Rusz már próbálta. És győzött? Nem, arra gondoltam, hogy esetleg a komponálásnál, hogy megadott bizonyos anyagot, és megadta, hogy a kompjúter mit hozzon ki belőle, és akkor megkomponálta az állásokat a kompjúter program. Szóval boldogul vele, hát ez a lényeg. Igen. Köszönöm, hogy itt voltál, megtiszteltetés volt. Nagyon régen beszéltünk egymással, ezt, ahogy jöttünk ide a stúdió felé, felidéztük, hogy az van vagy negyed százada, mit sem változtál, meg a meggyőződésed sem, és ez csodálatra méltó. Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, én is csodálom a te műsoraidat. Ezt nem vártam válaszként hozzá. Köszönöm szépen, bár jól esik. Én is köszönöm. Polgár László volt a vendégünk. Önök szerintem nagyon sokan nagyon jól ismerik, aki pedig eddig nem ismerte, azt gondolom, hogy egy olyan órát töltött velünk, amire érdemes volt időt áldozni. Jó sakkozást, minden jót kívánok!